felé. Székből kezd jó lenni a dolog, ruhából még mindig nem. Gyorsítjuk 10%-kal a munkát. Hol vannak a vadászaink? Ez lenne az. Fő útvonal, oké. Közben a vadászokat is felupgrade-eltük, jöhetnek a gyümölcsszedők. Policy Office. Itt lehet majd jó dolgokat csinálni, azt hiszem Influence Pointból. Termelési bónusz. Egyelőre csak 400, vagy 3 szint, szintenként 300-ek. Na, majdnem 9% termelési bónusz csináltunk, az nekünk nagyon jó. Mert ez azt jelenti, hogy a tier 2-es dolgok elkezdenek majd lassan termelni. A 3 vodka készítőt is fel tudtuk upgrade-elni, mert üvegből upgrade-elhető, 20% termelékenység, és ha több van, igen, 10 üvegből sem kell 1000-nél több, jöhet passion, nem productivity, de passion-os productivity-vel mehet úgy, igen. Közben fölupgrade-eljük a házakat, amit lehet teljesen. Technológiai fába megvan a kő útvonal, kávéfőzést tanulunk, és közben upgrade-eljük a mind a 6 darab bútorkészítőt is. Elkezdődött a tier 2-ből is az a meglenni a 3 különböző féle tudsz, és ez igen elkészült, az első 6-os szintű házak itt upgrade-elődnek. És még kell, majd most már tier 3-as cuccokat kell gyártanunk. Ez jó, 2 óra 44 perc alatt a tier 3-at ütögetjük alulról, az igencsak jónak mondható. Jó, a vodka stabilizálódott, a ruhakészítés nem annyira, mert az egy ruhakészítő kevés. Azt nézem, hogy woolból tudnánk csinálni, de ahhoz, hogy woolunk legyen, ahhoz kell nekünk olyan, ahol woolt termelünk, ami a cheap ranch, és ez kaját meg woolt termel. Nem drága egyébként, csak rohadt nagy. Ez a nem drága, de legalább rohadt nagy. Jó, nem baj. Technológiai fa, közben a büdzsét lehet növelni, az jó. Nem, vedd le a sebességet, és a birka farmjainknak keresünk egy ideális... Hát ez itt tökéletes lesz. Így valahogy. Azt mondja, hogy birka farmok. Igen, jó lenne nem összeütni a spawnereinket. Legyen kezdésnek 2. És akkor... hogy hívták a ruhakészítőt? Taylor.
Igen. És te wool-ból fogsz ruhákat készíteni. Birka farmokat, azt quick build-eljük meg. Ennek az a jelentősége, hogy ezek még idő, amíg összefogják a birkák annyira dugni magukat, hogy legyen hozamuk. És akkor ölik meg a birkákat, ha teljes kapacitáson vannak, teljesen jó. Annyi pénzünk van, mint az állat, mert minden quick build-be. És akkor azt mondja, hogy work speed. Amit lehet, fölupgrade-eljük, ő tudja, hogy woolból csinál ruhákat. Van elég munkaerő? Ja, nem kell munkaerő bele, mert ebben meg még szaporodnak az állatok. Meg lehet venni az állatokat, ha van elég pénze az embernek, akkor viszonylag gyorsan be lehet indítani a dolgokat. És akkor mindjárt elkezdenek majd dolgozni. Lesz elég vúlunk. Most már van benne, ahogy elnézem. Nem, még mindig nincs. De ezt termeli a vúja, hogy csak oda kéne vinni, jó? Már behordják, így van. És akkor dolgozni fog. Az abból is lesz ruha. A vodka még nagyjából stabil, de a ruha nem. A glassware közben elkezdett készülni itt. Ezek a díszüveg anyag genyók. Oda rakunk egy raktárat mellé, hogy minél gyorsabban dolgozzon. Jó, hát azt sejtettem, hogy az üvegkészítő az jelen pillanatban nem a leghatékonyabb darab lesz. De hát kimondta, hogy nem rakhatunk vele egy produktivitét. Jó, és ez most azért nem dolgozik, miért nem dolgozik? Azért nem dolgozik, mert nincs elég munkaerőnk. Bizony. Munkaerőhiányosak lettünk. Ebben a játékban ez azt jelenti, hogy ilyenkor álljunk meg egy pillanatra. Nézzük meg, hogy van-e elég kajánk, mert ha van, akkor le lehet rakni házakat. Főleg olyan részekre, ahol a munkaerő hiány jelentkezik. Persze nem mellesleg, azért legyen mellette farm is. Vagy mi ez? Ez. Jó. Technológiai fejlődés, a munkaidőbeosztás, vagy a logisztika 5, dupla, kétszer annyit tud markolni mindenki, az segíteni fog. Jó, vodka jó, ruha kezd jó lenni. Most már be lehet állítani nekik a magasabb fizetést, tehát elvileg hatékonyabban is tudnak dolgozni, ha akarnak. Gyógyszerünk jó. Kaja jó. Szék nagyon jó. Kanabisz, tulipán nagyon jó. A szénbánya hatékonyságát azt meg lehet növelni így.
Mint ahogy a szerszám készítését is, mind a kettőnél. Bár most már kezd lenni szerszámunk, de azért jó, ha van. Jó, ha van, és jó, ha elég van. Jó, ha véget ér a tél, akkor tudnak házat építeni. Ha építenek házat, akkor tudnak, összetudják maguknak dugni a lakosságot. Fel kell építsék a házakat ahhoz, hogy átrendeződjenek itt a munkaviszonyok. De nagyon szépen látom, hogy a Tier 2 is kezd kiépülni annyira, hogy jó legyen. Jó, itt elméletileg lehet növelni a kiadott mennyiséget azzal, hogy a büdzséjüket megemeljük. Jó, üveganyagunk van, miért nem dolgoztok? Nincs elég szén, oké. Azt mondja, hogy... Közben a papírkészítő. Aha. És jó, lassuljunk le. Azt mondja, hogy favágó. Kell nekünk egy olyan, hogy charcoal burner. Ide a favágó mellé. A facén égetés, kell mellé egy raktár, kell hozzá út, az se baj, ha megépül. Minden is. Azért fontos, mert ha itt a házak megépülnek, akkor van, aki dolgozzon majd nekünk. Feltéve, hogy lesz elég munkaerő, aki születik. De elvileg tudna dolgozni, gyakorlatilag. Nem nagyon van, nincsen munkaerőnk még mindig. Nulla. Aha. Munkaerő hiányosak vagyunk, hagyni kell, hogy szaporodjon a lakosság. De most már van kaja, van luxuscikk, tehát tud hova szaporodni. Mi volt a harmadik luxuscikk? Mert a ruha meg a ezé, de a harmadik az... Azt nem tudom, mi volt. Ja, ez a glassware, hát aha, persze. Szaporodjatok! Van elég élelmetek és luxuscikketek ahhoz, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, hogy még több luxuscikket állíthassatok elő, ami alapján szaporodhattok és sokasodhattok. Lehet egy howlingot ide be kéne tenni. Így, ide. De szállítmányozzuk a nyersanyagokat A-ból B-be című. Jó.
Azt mondja, hogy a ruha és a vodka nagyon-nagyon-nagyon sikeresen kezd el alkotni, és most már végre elkezdtek dolgozni, jó van. Igen, mondjuk télen biztos, hogy több munkaerő van, mert akkor munkaidőbeosztás vagy színház boldogságukhoz. Legyen mondjuk színház a boldogságukhoz. Nem, a papírkészítőt. Azt szeretnénk, igen, a papírkészítéshez folyó kell, vagy víz, vagy mi az az? Egy. Azt fából csinál papírt. Pontos cucc. Mindig legyen 1000 papírunk, dolgozhatnak benne sokan. Az arról szól, hogy az is kell az upgrade-ekhez. Jó, üvegből is csináljátok sokat. Amúgy is gyűlik a homok. Mindig jöhetne, mindig jöhet a izé. Boldogság, úgy, az már boldog, akkor a papírkészítők is legyenek boldogok. Már nincs elég lakóházunk, azért mennek el az emberek, és most akkor elég emberünk van, dolgozunk? Nincs. Növelnünk kell a lakosságot még mindig. Jaj, lassuljunk le. Valahol van egy bontás, melyik a demolis ez. Oda ne építsünk házat, ahol már nem éri el a piac őket. Mindig nem jut neki munkaerő. Szomorú. És növeljük a lakosságot egy kicsit. Úgy fejlesztünk, mint a veszedelem. Nem, menjünk upgrade-elni. Nézzük meg, hogy... A súly le. Igen, az... Az nem annyira érdekes. Az se. Az se. Rancsolás se. Kaki készítő fejlesztés se. A kártyáink száma se annyira lényeges. Hát... Kikutathatjuk a külső anyagforrás. Vagy egyszerűen mondhatjuk azt, hogy... Neki állunk könyveket kiváltani. Nem kell upgrade. Ami kellett az upgrade-be, az lement. Munkaidő beosztás, így van. Igen, építsél egy C-házat. Ide jövünk, és... ide lecsapunk egy C-házat. Több boldogabbak lesznek.
Happiness-ük már megy fölfelé szépen. Lakossága szépen fejlődik fölfelé. De még mindig karcsú. Még mindig munkaerő hiányosak vagyunk, meg egy olyan jó 40 embert kéne összehozni. Jó, akkor ide lerakunk egy marketplace-et. Marketplace. Ide egy market jön. Igen. És akkor ide építhetünk házakat. De már hagyom őket építkezni, hadd dolgozzák meg magukat. Itt is házakat építünk? Jó. Majd a téli időszakban, amikor nincs aratás, akkor tudnak építkezni rendesen. 89%-os a boldogságuk, a szórakoztatás 140%-ban van. Némi faírtást végzünk. Azért télen építkeznek, mert nyáron a földeken dolgoznak. Télen van csak szabad ember, akiből építést tud varázsolni a játék. De nem gond, mert megoldják. Talán ez az, amit quick build-elni kéne. A lakosságot egy picit föl kell tornászni, hogy elég munkásunk legyen. Sok a munkahely, kevés az ember. Nem gond. Egy idő után fölnőnek a gyerekek. Jöhetnek az emberek befelé, így van, termelékenység mehet. Upgrade-eljük az új házainkat. Itt már nem nagyon akarnak dolgozni, vagy legalábbis nem nagyon van munka. Nem ide költöznek elsődlegesen. Itt is most már kezd jó lenni a dolog. Már van 5 szabad munkásunk. És még itt épülnek fel a vityillók. Fölupgrade-eltük azt a házat is. Na, most már van 18 szabad munkásunk, nem lesz munkaerő hiány olyan nagyon durván. Ami azt jelenti, hogy ez itt tud dolgozni, mint a veszedelem. Kellene is nyomni ezt a luxus cuccot, mert eszik. Egy kicsit várni kell, addig meg tudok e-mailt olvasni, hogy mik jöttek. Sok minden. Oké. Na. Hát akkor most kaja. Hát mondjuk a kaja nem a legjobb, igen, mert nagyot növeltünk a lakosságon.
Technológiai fejlődés. Ez itt. Most már búzát, nem búzát termeszte még. Káposztát fogsz termelni. És ha eljön a tavasz, akkor ennyivel több kaját fogsz. Remélhetőleg ez ott egy hauler, nagyon jó. Állandóan kibelépeget a böngészőben, még jó, hogy a másikkal nézem a csetet. Nem bír a chat szobába maradni a Firefox. Ez az autosaving, amivel állandóan megakadunk. Jó, tier 1-es luxuscikkek jók, a tier 2 kezd alakulni. A tier 3-ban könyv, divatos ruha, ékszerek, csoki, zsebóra vagy WC papír. Igen. Ez jó, mert ebből semmit nem tudunk megcsinálni tier 3-ból. Persze jöhetnek az emberek. Produktivitás. Egekbe szökhet. Kivesz, betesz, jó. Produktivitás, boldogság, hogy megkártyázzuk itt a dolgokat. Sok fizetésért, sok homokot szedjé. Kevés a kaja. Na hát, ki gondolta volna? Lerakhatunk egy granőrit. Ide pont be tudok suvickolni egy magtárat. A magtár fölé, erre a területre. Túl nagy a terület, jó. És krumplit termeltek. Késő nyár van, nem baj, eldarágatjátok ott a fát szabadidőtökben. Éhezés! Fincsi! Jó, most már azért megy az aratás, úgyhogy nem fognak éhen halni. De éhen halnak még mindig. Elhagynak minket, meghalnak, éhen halnak, öregek. Na jó. De most már van elég munkaerőnk. Jó. Lassuljunk le, high fashion-t kell unlockolni nekik, és az nem tudom hol van. A rabszolga munka az izé, csoki snob, az nem. Nincs kereső, hogy a high fashion-t megtaláljuk. Na, itt van, hát ez nagyon, nagyon odébb van az a szint. Csoki, a csoki gyártást, azt viszont átállítjuk a hotelt, hogy csokit tudjunk gyártani. És ehhez ezért fog kelleni, viszonylag nagy terület, sok munkaerő. Igen. És mi ez? Kettle. Nem. Ranch. Hol van ranch? Ranch. Az nem jó, mert nekünk kettő kell, ami tejet tud termelni.
Ja, az itt lett volna. Aha. Értem. Level 4-es házból kell több. Jó, mindjárt megnézzük, hogy hogy állunk. Ja, hogy összesen van 59 házunk, és több kéne neki lakosságba. Mert falut kell létrehozni. Még több falvat próbáljunk lepakolni neki. Jó. Illetve nem jó, de ez van. Hogy el tudjuk őket látni megfelelően, tehát hogy azzal nem lesz gond szerintem, hogy lesz-e elegendő early winter, kora tél, és még mindig nem fejeztük ezt be, akkor most quick build-el megcsinálod. A lakosságunkat annyira föl kell növelni, hogy legyen 80 házunk, mert a házaknál itt lehet látni, hogy mindegyik level 6-os egyébként. Egyszerűen a lakosságbeli követelménye van annak, hogy tejet tudjunk majd gyártani. És akkor az umpa-lumpák tudnak tejjel és kakaóval csokit gyártani. Technológiai fa. Addig mehet mindegy, a hotel. Lemegy az autószév. Nem, köszi. Akkor csak ki a Tier 2, nem? Tier 3. Ki akar kapcsolni a monitorom? Az nem jó. Szóval a Csoki az szerintem Tier 2. Nem? Nem, a kávé a Tier 2, a Soki a Tier 3, akkor jó felé haladunk. Persze jöhetnek a bevándorlók és fenntarthatósági könyv. Ide bemegy. Kakaó, igen, és szénégetőket fölbővítjük. Az nem baj, hogyha több szenünk van, mert nincs szenünk kb. Utolsó ház még föl kell épüljön, és akkor most upgrade-elhetjük a házakat. A további upgrade az rajtuk múlik, ezzel lesz 67 házunk. Elég nagy lakosságot vár el tőlünk, hogy haladjunk. A fejlesztési vonalon 60, hát igen, az még. Még egy komplett nagyvárost le lehet tolni. Oké. Termelékenység. Oké. És akkor építünk egy marketet. Ide. Erre felé is fejlesztjük. Meg erre felé is fejlesztjük. Egyelőre hagyom, hogy a market, jaj, éhezésbe hullanak az embereink. Jó, az aratás meg kell várni, hogy jobb lesz, de nem lesz. Jó, és akkor ide építhetünk farmot. Akkorát, hogy beájuljon tőle mindenki. Igen, búzafarm, gyorsan építs meg, hogy jövőre már legyen búzánk.
És akkor kell ilyen, hogy mill. Windmill. És utána kell olyan, hogy a PK